Szeretettel köszöntelek benneteket. Nemrégiben jelent meg Redditen egy Excel táblázat. Max Skillet is beszélt róla, és úgy gondolom elég érdekes statisztikával van dolgunk, amit egy Rock nevű játékos készített a ládanyitásról. Méghozzá arról, hogy milyen eséllyel nyithatunk kék, lila, pink, piros skineket és persze kést a Cségó ládákból. 2016 óta a srác több mint 20 000 ládát nyitott ki, ami azért talán elég sok ahhoz, hogy egy valósághoz közeli statisztikát lehessen készíteni arról, hogy milyen eséllyel nyithatunk értékes, illetve kevésbé értékes skineket. Kezdjük először is a hajmeresztő számokkal. Mennyibe került mindez? Voltak éppen, én nem tudhattam... Mennyibe került a kísérlet? Semmi, 1,5 millió. Jöjjön közelebb, Safranek. Vizsgált időszak alatt a srác a ládákra 602 eurót költött, azaz 180 ezer forint felett, ha a legolcsóbb 0,03 eurós ládákat nyitotta csak. Ehhez 20.090 kulcsra volt szüksége, ami a jelenlegi kulcsárat alapul véve 45.202 euró, azaz 13.877.000 forint. Tehát összesen ez a mutatvány ennek a beteg állat, szóval hősünknek körülbelül 14 millió forintjába került. Jézusom. Emberünk mindezt megspékelte azzal is, hogy ládanyitással kapcsolatos streameket nézett, és az ebből származó adatokat is elemezte, ami tovább növelte a statisztika pontosságát. Tehát a statisztika szerint 79,832% eséllyel nyithatunk kék, 16,021% eséllyel lila, 3,25% eséllyel pink, 0,656% eséllyel piros skineket, és végül 0,242% eséllyel kést. Azért ez valljuk be elég kicsi. Szóval köszönjük meg Gabennak méltóképpen ezeket a fantasztikus esélyeket. Hey! Bassza meg a kutya! Meg a kedves feleségét is! De félre a tréfával, ezek mögött a százalékok mögött jól megalapozott üzleti döntések húzódnak meg. Egy pazar kis listát is mellékelt Rock az időszak alatt nyitott késekről és kesztyűkről, bár a ráfordított 14 millió fényében ez egyáltalán nem érte meg. Alá pedig megtaláltok egy 95%-osan becsült hibahatárt is az esélyekről. A ládanyitásról és a gamblingről jól tudjátok, mi a véleményem. És a statisztikából elég jól kirajzolódik, hogy nem éri meg ládákat nyitogatni. Helyette inkább vegyétek meg piacról, vagy inkább OP skinsről olcsóbban azokat a skineket, amire úgy gondoljátok, hogy szükségetek van. De ami még jobb, kezdjetek el trédelni, és kitartó munkával hozzájuthattok a skinekhez ingyen. De ha mégis úgy gondoljátok, hogy továbbra is ládákat szeretnétek nyitogatni, akkor... Nem segít itt már, csak a piócás ember! Én tanár úr voltam, ti pedig iratkozzatok fel, ha hasonló tippekről szeretnétek értesülni a Counter-Strike-kal és a skinekkel kapcsolatban. Ja, és kongasd meg mellette a csengőt is, hadd szóljon. Ha viszont a livestreamek érdekelnek, akkor kövess Twitch-en, viszont ha mindenre kíváncsi vagy, dobj egy lájkot Facebookon. A linkeket a leírásban megtaláljátok. Sziasztok!